A pszichiátriai betegek országos színjátszó és művészeti találkozóján harmadjára is első díjat ért el a Szolnoki Társulat. Mint arról korábban beszámoltunk, a pszichiátriai betegekből álló csapat több alkalommal is kapott támogatást a Szolnok Segít programtól. Volt, aki egy padlásról lekerült kötéllel, díszletekkel, a Voke Csomóponti Művelődési Ház és a Szigligeti Színház próba lehetőséggel, Szoboszlai Zsolt 10 000 forinttal, a Panoráma Turiszt és az Önkormányzat Szociális Osztálya kedvezményes utaztatással, az EUJÁLIS program sorozat pedig pénzzel segítette a társulatot. Ennélkül a program nélkül, a Szolnok Segít program nélkül én azt gondolom, hogy nem jöhetett volna létre az, hogy ennyien elutazzunk ilyen messzire, mert Nagykazsony azért innen nagyon messzi van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagy szolnoki összefogás eredménye, hogy mi részt tudtunk venni ezen a programon. Két darabbal is indultak az országos megmérettetésen. A szakmai zsűri által odaítélt aranyfokozat mellett egyik színészük külön díjat is kapott. Azt mondta a szakmai zsűrű, hogy ennyi színen, ennyi formában elmondani azt a színpadon, hogy dömdödöm, ez valami csoda volt. A pszichiátriai problémával küzdőkből álló társulat tagjai nehéz és eseménydús időszakon vannak túl. Szívesen emlegetik a próbákkal, fellépésekkel kapcsolatos élményeiket. No, és már azon tanakodnak, hogy a következő országos versenyre milyen darabot vigyenek színre. A három aranyérem ugyanis kötelez.